Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni, erre megkapjuk a választ, hiszen erre vetem ki a kártyákat. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ő szeretne veled találkozni, de előtte még odafigyel a játék szabályokra, illetve elgondolkozik azon, mit vált akkor ki ez a találkozás. Tehát vannak itt tervek, hiszen ő itt játszik, sakkozik, és az azt jelenti, hogy stratégiásan közeledik hozzád. És a második kérdés, hogy milyenek az érzelmei. Nagyon szépek az érzelmei, hiszen ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a lelki világában, és újra látható itt a találkozás, és ez a találkozás majd boldogítani fogja őt, vagy mindkettőtöket. És mit fog tenni irányodva? Ez a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, közeledik hozzád, kapsz egy ajándékot tőle. Sőt, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Ez az utazás lehet egy lelki út és egy lelki kapcsolat. Mi köt össze benneteket? Ez a gyermek lehet egy közös gyermek, vagy ez a terve, ez a szándéka, hogy legyen egy család, egy gyermek, egy kisbaba születése, de ez a gyermek jelenti a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet, egy új irány. Ő figyeli a játékszabályokat, tervez valamit, nem fogja elsietni a dolgokat, találkozni akar veled, ez a remény, hogy megjelensz nála, lesznek ezek a boldog pillanatok, itt van hozzá a remény, az új kezdet, egy utazás, és ez az ajándék, hogy megajándékoz téged, vagy te vagy számára egy ajándék. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!